Sziasztok srácok, én Marca vagyok és üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban a csatornán, és tudjátok, ez nem tanácsadás, viszont kérdeztetek tőlem egy csomó dolgot, amikre most fogok ebben a videóban válaszolni. Ugye kiírtam Patronon is, és itt YouTube-on is, hogy mindenképpen tegyétek fel azokat a kérdéseiteket, amik érdekelnek titeket tulajdonképpen. Ugye erről fogok egy kicsit beszélni, nyilván minden kérdést egy picit próbálok majd kibontani egyéb infókkal megspékelve, úgyhogy kezdjünk is neki. Először a patronos kérdéseket fogom felolvasni, utána pedig a YouTube kommentben lévőket. Hi Marci, mikor viszont viselni kell a maszkot kültéren, beltérben, szállodában, pár hét múlva mi is megyünk, köszi a választ előre is. Mi most voltunk Görögországban barátnőmmel Mikonoszon, és erre irányul a kérdés. Nem igazán tudom a görög szabályok mik, de rohadtul nem hordtunk maszkot sehol. A vendéglátósokban, vendéglátóhelyeken, boltokban valaki hordott maszkot, valaki nem, igazából csak a reggelinél szóltak ránk, mert az ilyen svédasztalos volt, hogy ott kell, meg kesztyű, de igazából így semmi nem volt. Hát ugye mediterrán ország, nyilván ott azért úgy nem igazán foglalkoznak az ilyen dolgok, sokkal lazábbak, mint Magyarországon, de nagyon, nagyon jó volt. És azt ajánlom, hogy Mikonoszon te is nézegesd a kriptos híreket, ahogy én tettem, mert oké, a nyaralás, de azért jó képben lenni a dolgokkal. Következő kérdés. Szia Marci, mi a vélemény az XVS-ről? Matematikailag, ha csak visszatérünk a korábbi szintekre, akkor kávé XVS 5-6X könnyedén van 2X komolyabb növekedés nélkül, Bake 3X, Cake 3-4X, VeChain 2X, STMX 3-4X, stb. Tehát arra gondolok, hogy ha oda menne vissza minden, amit már most elért májusig, és nem oda, amit várnak sokan, a nagy boom végére, akkor most minden forint vagy dollár jobb eredményeket hozhat. Kérdés, hogy melyik fog gyorsabban visszamenni a helyre. Persze vannak olyan komolyabb projektek, amik mögött ott a háttér, és még benne van plusz 5-10x, de az a jövő. Kérdés, a fent említett coinok vissza fognak könnyedén pattanni? Üdv Balázs. Először is válaszolnék akkor szépen sorban. XVS-ről mi a véleményem? Az XVS ugye az a Venus nevű coin, én ezt még, amit tudni kell róla, hogy azért a bear marketben alakult, ugye 2020. október elején jött piacra gyakorlatilag ez a coin, tehát azért még a bear market alatt csinálták, ami egy jó jel mindig, hogy nem csak akkor készítik el a coin, nem csak akkor jön ki a coin, amikor mindennek megy föl az ára, hanem már korábban is. Annyit tudok róla, azt hiszem megnéztem még annó egy videót, hogy a weboldala nagyon ilyen, nagyon egyszerű, ilyen semmilyen. Nem tudom, annyira nem ismerem egyébként. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Nyilván, hogyha megindul a piac, akkor ez is valószínűleg vissza fog menni oda, ahol volt. Én a Want biztos, hogy nem csak 2x-re mondanám, hanem azért szerintem a Van az egy hatalmas rallit fog menni a következő nagy emelkedésnél, de a 2x persze simán benne van. A Bake szerintem sokkal jobban fog teljesíteni, mint 3x, szerintem egy hatalmas növekedést láthatunk majd tőle, akár ilyen 20-25 dollár is lehet majd szerintem. Nekem ez a véleményem, de mindjárt ránézünk. Bake, igen, tehát jelenleg kevesebb, mint 500 millió dollár a market cap-je. Most innen azért egy 10-szerezést simán várhatunk tőle, szerintem az meg akkor lenne kb. 20 dollár. Úgyhogy én ezt mondom. A kék 3-4-szeres. A kék is biztos nagyot fog nőni, azért azt kell tudni, hogy a kéktől most fognak elvenni más swapok piaci részesedést, úgyhogy a 40 dolláros kéket nem biztos, hogy olyan hamar fogjuk látni, de ki tudja, nekem az a véleményem. A VeChain egy nagyon jó projekt, biztos vagyok benne, hogy hatalmasat fog menni, de azt mindenképpen úgy kell elképzelni, hogy hosszú távon, mert szerintem hatalmas, óriási, kiugró növekedést nem fog produkálni a közeljövőben. És maradt az végére az STMX 3-4X. Ugye az STMX, mondtam, hogy én azt tartok elég nagy begeket, és most kijött egy érdekes hír egyébként, amit már Patronon kommentben valaki írt korábban, hogy az egyik NBA-s csapat, ez a NBA Portland Trail Blazers to wear crypto logo for next 5 years, ami nagyon érdekes, és a csapatnak a logóján valahol, nem tudjuk, ott lesz az STMX logó, mint támogató, és nem csak egy vagy két évre írták ezt alá, hanem 5 évre, ami brutál, azért tényleg látszik, hogy ez a StormX csapat hosszú távra tervez, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne.
ugye itt van egy kép, hogy a bejelentésről valami olyasmit olvastam, hogy talán évi 10 millió dollárt kapnak, vagy nem tudom, valami hasonló. Szóval azért ez egy elég nagy dolog szerintem, hogy egy kripto konkrétan ott lesz egy NBA-s csapatnak a mezén. Szerintem mindenképpen nagy növekedést várhatunk tőle, és mivel ugye 5 évre írták el, mindenképpen hosszú távra terveznek. Ezért fontos egyébként a dollar cost average, amit itt egyébként a kérdés további részében lehet látni, hogyha most vásárolsz és innen négyszeresére nő, akkor az a pénz, amit most fektettél be, az négyszeres profitot fog hozni, még amit korábban az csak lehet, hogy visszamegy nullára. Ezért fontos nagyon a dollar cost averaging. Csáó Marci, te hol tárolod azokat a coinokat, amikkel hosszabb távra tervezel? Szerinted biztonságos nagyobb összeget például Binance-en tárolni? Utóirat így tovább a passzó kriptos tartalmakat. Nagyon szépen köszönöm. A kérdésedre válaszolva, én abszolút nem tartok... egyébként van egy ilyen kérdés, hogyha már összehozzuk szerintem a YouTube-os kérdéssel. Volt egy másik kérdés itt Patronon, hogy Hello Marci, nekem az lenne a kérdésem, hogy hol tárolod a kriptókat, tőzsdéken vagy hard walleten. Ha wallet, akkor melyik és hogyan működik rá az utalás? Na, két kérdést összevonva. Én minden coinomat exchange-eken, tőzsdéken tárolom. Egyelőre nincsen hard walleten, majd hogyha nagyon-nagyon-nagyon megnő a portfólió mértéke, akkor biztos vagyok benne, hogy egy részét át fogom rakni hard walletre, amit hosszabb távra tervezek, de egyelőre, mivel stakingben van például a Cardanom, ezért így az nincs hard walletem. Én nagyon úgy vagyok vele, hogy biztonságosan lehet exchange-en is tárolni a kriptoidat akkor, hogyha nem egy helyen tárolod, tehát nekem vagy 10-13-4 exchange-en van pénzem, úgyhogy mindenképpen érdemes szerintem szétszórni mindenhova. Cardano is vagy 4 helyen van, tehát azt sem egy helyre raktam az összeset. Úgyhogy mindenképpen érdemes azt észben tartani, hogy egy helyen tárolni nem biztonságos, legyen az Binance vagy Coinbase, több helyen kell tárolni. Egyébként a Binance biztonságos-e, ugye az utóbbi időben nagyon jött ez a Binance-nek a támadása, hogy mindenhonnan tiltogatják ki, hogy igazából nem is legálisan működnek, mert tulajdonképpen nincs is egy ilyen headquarter, tehát hogy hívják ezt magyarul, hogy nincs is egy ilyen bázisuk, ahol dolgoznak, tehát ez a Binance egy elég megfoghatatlan dolog így sokak számára. És képzeljétek el, hogy mindenki elkezdte nyomni, hogy a KuCoin, hogy majd a KuCoin átveszi a Binance helyét, és tegnap ilyen 7 dollár 6-nál akartam venni, mert mondom, biztos, hogy meg fog nőni emiatt a hír miatt a KuCoin tokennek, ugye a KCS-nek a értéke. De nem vettem, mert nem volt rá időm, nem voltam itthon, egyáltalán voltam gép közelben, úgyhogy kimaradt ez a vásárlás, és 11 dollár hétre ment fel, tehát a coinonként 4 dollár profitot kereshettem volna. De hát ez most egy kihagyott lehetőség volt sajnos, ez van, vannak ilyenek is, de egyébként biztonságos a Binance, tehát azért a portfólióm egy nagyon nagy része azért ott van. Nem gondolom, hogy közeljövőben felrobbanna ez a Binance buborék, ahogy sokan gondolják. Szia Marci, felteszem ide is, hát a másokat is érdekel. Cardanoval kapcsolatban szeretnék kérdezni tőled. Tudom azt is, hogy az egyik kedvenced neked is. Nagyon sok helyen hallom, hogy egyre többen preferálják, és elég nagyot várnak tőle. Mikor lehet egy nagyobb felfutás szerinted? Tudom, a te videóidban is sokat hallok róla, de mi a véleményed, mennyit mehet kövül a jövőben? 100x benne van szerinted a pakliban, esetleg 1000x persze évek-évek múltán, vagy akár az Ethereum-ot is lenyomhatja. Mik lehetnek egyébként a buktatói? Elég sokat toltam bele én is. Nagyon érdekel, hogy mit gondolsz ezekről. Ehhez a kérdéshez is hozzávennék még két másik kommentet a YouTube-ról. Az egyik az, hogy szia, hogy érted, hogy a Cardano túl fogja szárnyalni az Ethereum-ot? Árban vagy technológiában? Köszi előre is a választ, illetve a Cardano-t hány dollárra várod kb? Na, beszéljünk akkor a Cardano-ról. Ugye a Cardano a top 5. coin a CoinMarketCap alapján, ugye egy 45 milliárd dolláros market cap-je van, és gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint az Ethereum, csak a Cardano gyakorlatilag egy proof of stake, az Ethereum pedig egy proof of work network. Ethereumról most nem akarok külön beszélni, hogy ott is lehet stake-elni, most jött be. A lényeg az, hogy a Cardano és az Ethereum tulajdonképpen ugyanazt tudják, viszont a Cardano az azért sokkal energiahatékonyabb, kevesebb a tranzakció költsége, gyorsabbak a tranzakciók, és én a
Cardano team-en azt látom, hogy nagyon-nagyon a nagyba gondolkodnak, tehát nem csak a CryptoSpace-en belül gondolkodnak, hanem abszolút a világban lévő problémákat akarják megoldani. Nagyon-nagyon biztató szerintem ez a projekt. A buktatóinak inkább azt tudnám felsorolni, hogy nagyon lassan dolgoznak, ugye ez a smart contracteknek is már évek óta itt kéne lennie, és hát lassúak, valljuk be, lassúak. Ha esetleg valami nem jön össze ennyi várakozás után, és mégsem olyan lesz a network, amilyennek elképzeltük, akkor az nyilván egy nagy buktató lehet. Viszont azt gondolom, hogy hosszú távon nagy buktatói nincsenek, egy teljesen jó coin. A 100x esélytelen szerintem, tehát csak gondoljatok bele, 45 milliárd dolláros a market cap-je, ahhoz, hogy most csak így nagyjából, ahhoz, hogy 10 dollár legyen a Cardano-nak az ára, az nagyjából annyinak kéne lenni a market cap-jének, mint a Bitcoin. Na hát, azért ez még nem most lesz. Abszolút hosszú távon tervezek vele, szerintem túl fogja szárnyalni az Ethereum-ot kérdésedre válaszolva. Technológiában biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb lesz, mint az Ethereum. Az, hogy árban, nyilván miben árban, tehát market cap-ben szerintem túl fogja szárnyalni idővel az Ethereum-ot. Most a nagy felfutás alatt azért láthattuk, hogy a coinok csupán 20%-a startol az Ethereum Network-ön, illetve csomóan, akik az Ethereum Network-ön vannak, át akarnak majd állni Cardano-ra. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy részt el fog venni az Ethereum-tól, és hatalmasat fog menni. Én azért év végére egy 3-4 dollárt jósolok minimum, de szerintem akár az ilyen 5-7 dollárt is elérhetjük. Ha pedig tényleg a Bitcoin eléri a 100-130 ezer dolláros árat, akkor szerintem egy 10 dolláros Cardano ár is benne lehet akár. Ez még nem most lesz, meglátjuk. Nekem ebből van a legnagyobb bagem, ugye tudjátok, stake-elem is. Ingyen pénz. Úgyhogy meglátjuk, nekem ez a véleményem így alapvetően a Cardano-ról. Közben jön Gírta Bence, hogy szia, én nekem a stake-elésről tudnál kicsit mesélni. Láttam a pozitív, a negatív dolgokat, nem tudom melyik oldala jobb. Na, srácok, az a lényeg, hogy aki nem tudná, ugye van a Proof of Work, illetve a Proof of Stake bányászási rendszer, tulajdonképpen az a stake-elés, az tulajdonképpen az, hogy bányászod a coinokat. Az Ethereum és a Bitcoin az ugye Proof of Work, tehát beraksz 100 darab számítógépet egy hangárba, és akkor azok neked ott szépen bányásszák az Ethereumot, meg a Bitcoin, meg nagyon sok ilyen token van még. Ugye ezek a bányagépek. A stake-elés gyakorlatilag ugyanígy bányászás. Minél több coinod van, annál többet kapsz vissza, annál több coint bányászol gyakorlatilag. Ez ugye azért igaz a Proof of Stake-re is, tehát minél több bányagéped van, nyilván annál többet bányászol. Ennyi az egész, stake-elni mindenképpen megéri azokat a coinokat, amiket lehet, mert passzív jövedelem. És egyébként, hogyha visszatérünk a Cardano-ra, a legstake-eltebb coin a Cardano, tehát tulajdonképpen a supply-nak, az összes coinnak a 71 vagy 2%-a le van kötve stakingbe, ami azért brutál szerintem. A Cardano community nagyon jó, és itt is látszik ebből a stake-elésből, hogy hát azért mindenki bedobja kb. Stake-elni a Cardano-ját. Szia Marci, egyik videóban említetted, hogy daytrade-elsz, és most tanulsz chartot elemezni, tudnál erről mesélni kicsit? Honnan tanulod a chartelemzést, esetleg van mentorod, engem is érdekel a téma, illetve meg szeretném tanulni. Igen, elkezdtem daytrade-elgetni, még nagyon kis összeggel. Tulajdonképpen az a chartelemzést ugyanúgy tanulom, ahogy minden mást a világon. Én nem véletlenül hagytam ott az egyetemet annó, mert rájöttem, hogy a legjobb tanulás az a self-learning, vagy nem is tudom, hogy hívják. Leülök a gép elé, minden fel van az interneten, és meg tudom tanulni bárhonnan, bármennyi idő alatt, amit csak szeretnék. Tényleg, ha napi 10 órát akarok chartelemzést tanulni, akkor csak 10 órát tanulok chartelemzést teljesen ingyen, vagy nagyon kis összegér az interneten. Youtuberektől tanulok, cikkeket olvasok, nézelődök, nyilván a chartelemzés az egy nagyon hosszú távú dolog, mire megtanulod, tehát hogy bevonalazgatod magadnak a grafikont, hogy na most ez fog történni, és nyilván egy év múlva látod, hogy az elmúlt egy évben mennyire voltál sikeres. Tehát sok idő, mire megtanulod, viszont azért rádozod az időt, akkor azért szerintem nagyon könnyen bele lehet jönni. Volt még itt YouTube-on pár komment, hello Bidóról mi a véleményed? Fogalmam sincs, nem ismerem a Bidót, azt tudom, hogy valami DeFi, itt van Decentralized Finance és Trustless Stable Coin, nem ismerem. Az a helyzet, hogy
próbálom azért a portfóliómat szerteágazóan szétosztani, de na az is hülyeség, amikor valakinek 100-150 féle coinja van. Én tényleg az igazi jó projektekre koncentrálok, nyilván amiben a legnagyobb profitot látom, abba fektetek be, és a videó valószínűleg nincs köztük, mert nem nagyon hallottam úgy róla, nem is vizsgáltam, így a nevét ismerem, de abszolút nem fektettem be. Próbálok mindig azokba fektetni, amik a legtöbb profitot hozhatják szerintem. Ezek lettek volna a kérdéseitek, remélem, hogy mindent sikeresen megválaszoltam. Hogyha szeretnétek még hasonló ilyen kérdezős videót, akkor mindenképpen írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek esetleg, mit tudom én, minden két hétben csinálni egy ilyet. A piacról nagyjából most így nem nagyon szeretnék beszélni, nagyon még mindig nem történik semmi. Most a Bitcoin felment ilyen 34 ezerre, aztán most visszaesett 34 ezer alá, össze-vissza ugrálunk. Ahogy látom, nagyon kicsi a volume, nagyon egyszerűen nem vásárolnak, nem adnak el az emberek nagyon, úgy semmi nem történik. Reméljük, hogy ez hamarosan meg fog változni, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Találkozunk legközelebb, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve megnézni a linkeket a leírásban, Patreon, a különböző exchange-ekre regisztráljatok és osszátok szét a pénzeteket, ott van a Coinbase, Binance és a Crypto.com-os linkem is. Patreon pedig mindenképpen csekkoljátok, mert oda napi szinten jönnek az update-ek. Sziasztok!